Az Európai Bizottság a téli-nyári időszámítás eltörlése mellett tette le a voksát. A testület közölte, a jelenlegi rendszer megváltoztatását javasolja majd az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Juncker bizottsági elnök reggel a CDF televízióban megerősítette, hogy az emberek akaratának megfelelően meg kell szüntetni az évenként kétszeri óraátállítást, és át kell térni az állandó nyári időszámításra. És akkor az előzményekről. Július elején az Európai Bizottság indított nyilvános internetes konzultációt az óraátállításról. Ennek tapasztalataira hivatkozott most a bizottság elnöke. 4.600.000-en szavaztak, közülük csak nem 3 millióan németek, 80%-uk szeretné azt, hogy eltöröljék az óraátállítást. Ugye ehhez mit szólnak itthon az emberek, valamint hogy milyen előnyei és hátrányai lehetnek a változtatásnak, annak is utána jártunk. Engem nem visel meg, hál' Istennek még nem érzem, de a környezetemben nagyon sokan vannak olyanok, akiket megvisel. Mielőtt volt ez a cirkusz, hogy össze-vissza állítgatjuk, az az eredeti napállás szerint hagynám úgy. Most visszaállítanám, és utána elfelejteném az óraátállítást úgy, ahogy van. Utolsó interjú alanyunk nincs egyedül a véleményével. Az Európai Bizottság óraátállítással kapcsolatos felmérésében több mint 4,5 millióan vettek részt. A többség abba hagyná az átállítgatást. Ez meglepően sok embernél okoz problémát. Rengetegen jelentkeztek ezzel kapcsolatos panaszokkal. Többnyire azokat viseli meg az időeltolódás, akik érzékenyek az időjárás változására és rendszeres életet élnek. Gondoljunk itt ugye a kisgyerekesekre, vagy például az idősekre, akik nagyon helyesen egyébként tényleg szigorú menetrend szerint élnek, az ő esetükben bizony az egyórás ugrás, az egy komoly élettani hatásokkal járó folyamat. A szakértők egy része az energia megtakarítással érvel az óraátállítás mellett. A hazai villamosenergia rendszer irányításával megbízott Mavir például azt állítja, hogy egy közepes méretű magyar város éves fogyasztása spórolható meg az órák tavaszi és őszi átállításával. Más hozzáértők azt mondják, a megtakarítás mértéke elenyésző. A kormány még nem döntött a kérdésről. Nincs kialakult kormányzati álláspont, ennél sokkal rosszabb javaslatai is voltak a bizottsági elnöknek. Egyelőre arra van bizonyíték, hogy ha az óraátállítás időpontját a tagállamok nem egyeztetnék egymással, az kedvezőtlenül hatna a kereskedelemre, közlekedésre, vagyis az unió belső piacára. Arról nincs megegyezés, hogy Magyarország számára a téli vagy a nyári időszámítás lenne a hasznosabb. Mind a kettő ellen és mellett is szólnak érvek. Ha az óraátállítást eltörölné az Európai Bizottság, az időzóna kiválasztása továbbra is tagállami hatáskörben maradna. Magyarország közép-európai zónaidőt használ, vagyis a greenwichi középidőhöz hozzáadódik plusz egy óra. Ha Magyarország a nyári időszámítás mellett döntene, egy órával az év minden napján tovább lenne világos. Cserébe a téli hónapokban reggelente sötétben kellene indulnunk, még 8 órakor is.